Na, nem nagyon le a poént. Szóval nem nagyon lövöm le a poént, voltam a bringázni. Mint az elejében láttatok a videónak. Jó, csak lennök. Na, de én közben hozzá is értem. Így. Ne égjen már ki. Így. Hát, ez nem volt olyan jó ötlet. Így legyen most egy kicsit. Na. Hú, hajam, hogy áll. Közben le is tusoltam már, hazaértem. Hajni mindjárt jön föl, mert megfutni volt. Azért ülök most így is a másik irányba, hogy azért, amikor hazajön, akkor ne legyen mi rajta a videó, majd ha akar rajta lesz. Na, szóval megvolt a bringázásom. Hát ez se nagy poén elővés, a idei első bringázásom. Na, szépen elkezdtem kicsit jobban kint is mozogni a levegőm, hogy ne csak itt bent legyek a zárt résznél. Ez viszont így szerintem jó ötlet volt. Jó, nem mentem olyan irreálisan brutálisokat, majd szerintem szúrok be képernyőképet, mondjuk majd ide, ha sikerül. És nem tudom, hogy körülbelül mennyit mentem, de szerintem ilyen 5-6 kilométert mentem csak biciklivel, mert 40 percet tekertem csak itt a környéken. Itt a patak mentén lementem, össze-vissza, megnéztem mi a helyzet. Gondolkodtam először, hogy csinálok olyan vlogot, hogy ott megállok, és egy padnál ott leülök, és majd ott majd csapatom így élőbe, vagy nem élőbe, hanem hát, hogy magát a bringázást is így fölveszem. Hú, tényleg itt nagyon hosszú a hajam, most meg nagyon látszik a hajat mostan. Mindegy, ma úgyis hajvágás lesz, mert már hosszú a hajam. Ilyet, hogy milyen rég mondtam, basszus, hosszú a hajam, azt le kell vágni. Megőrülök, borotválkozok is, szóval szenzációs. Na, de itt a környéken nyomottam a köröket, és akkor gondolkodtam, hogy csinálok egy ilyen, így leülök a padra, és akkor onnan csapatom, meg minden, mint nem messze van egy tök jó játszótér. És hát inkább itt kéne. Így. Ez sehogy se jó. Így. Na, szóval van egy tök jó játszótér, ahol vannak padok, minden kiülős, minden. Már szerintem még ma megrendelem egyébként a kosárlabdát, meg egy focilabdát, mert azok más tudom, hogy hol vannak, egyetem voltak-e itt. Na mindegy, szóval meg is rendelem őket, mert szerintem ki fogok járni focizni, meg kosarazni. Bringára föl, kitekerek, azt nyomom. Na, de végül azért nem csináltam meg ezt a utcai vlogolást. Nem is azért, mert zavarna, hogy valaki látja, hogy vlogolok, mert az pont nem izgatna, mert nektek készítem a videókat, akit érdekel, szóval annyira nem izgatna. Viszont hát így bevallom, hogy így féltem leülni padokra, meg ott izé nyomulni még. Egyelőre már is nagy szó, hogy kimentem így a szabadba, így csapattam. Mondjuk tegnap voltunk már hajnival is csapatni egy kicsit. Fölmentünk Normafára, ott tettünk egy sétát. Hát a szabadba levő mozgás kicsit nehezen megy még, meg kurva nehezen megy a maszkba való légzés. Főleg úgy, hogy majd mindjárt akkor ide is beszúrok majd egy képet, hogy voltam maszkba, és kurva nehéz úgy mozogni. Közben, hogy hallom, Hajni is hazaért, és akkor majd innen folytatjuk. Na, itt vagyok. Csak számítésbe vonultam, mert Hajni kint pakol, meg megy ő is tusolni. Ami meg lement futni, hogy mondtam. Na, szóval tényleg a szabadulő mozgás az így kicsit necces még. Hát el is fáradok, meg szerintem pluszban rádob az is, hogy azért az vastag maszk van rajtam. Tegnap mondjuk csak a sima képmaszk volt rajtam, a FFP2-es, mivel járok kontrollra is, azzal voltunk fönt a Normafán, ott tettünk egy kanyart. Mikor alig volt fönt ember szélem, hát most 10 emberrel találkoztunk, de hát kint a szabad térben össze-vissza voltak, szóval ez nem volt zavaró tényező. Most pedig bringán, mint hogy láttatok is a képen, vagy majd itt lesz a kép, majd mindig valahol lesz a kép. Most pedig úgy voltam, hogy van ilyen bringás maszkom. Önmagában nem lenne elég, mert csak az ilyen por, meg ilyen jó cucc, viszont alá föl tudom venni az FFP2-est, ami szűri a cuccokat. Hú, de fáradt fejem van, azért elfáradtam egy kicsit, most nézem. És
az alá fölvettem, és fölre a bringás maszkot, és akkor így jó volt. Még a bringás maszkot csak azért vettem föl, mert annyira idiótán nem akarok kinézni, hogy állandóan az a szarmaszk van rajtam, meg úgy érezhető tartanak így az emberek a maszkos emberektől, szóval inkább így nem úgy nyomtam, meg inkább rávettem ezt a bringás maszkot, és akkor azzal csapattam, meg az a kúra szövetkesztyű. Mert most gondolkodtam, hogy most szövetkesztyűt vagy gumikesztyűt húzzak. Gumikesztyűbe úgy bepálik a kezem, mint az állat, de legalább tudnám nyomkodni az órát meg a telefont, hogyha kell. De hát a szövetkesztyűnél maradtam, ezt szerintem, hogy ki fogom azzal váltani, hogy van olyan horgászkesztyű, ami bőr, olyan, mint a biciklis kesztyű, viszont két ujjam, ha jól emlékszem, hát most vagy a hüvelykujjam és a mutató, vagy a közési ujjam és a mutató, de aztán a hüvelykujj meg a mutató az szabad, de csak az új begy, perc, új perc, igen, új percem, első új percem szabad, és akkor azzal tudnám az órát nyomni zeneváltásnál, a fülhallgatóban zeneváltást akár, vagy a telefont is előveszem, például egy fényképre sem kéne a szerencsétlenkednem, szóval ki kell találnom, de most úgy tervezem, hogy naponta így lemennék bringázni, mondom, hogy fél óra órát egyenlőre, hogy kezdjem el szokni. Még a bringál egy nagy segítség volt, így utólag is még egyszer köszi Vébi, hogy így összeraktad nekem, hogy nem tudtam én ott összefogdosni, azért a garázsban az eléggé kotúban. Folytassuk, nem akarod összejönni normálisan, mert most egy telefonon hívtak, csak most ezen a telefonon veszem föl a vlogot, nem az ötessen. Még egyszerűbb lett volna, azzal veszem föl. Na, mindegy, nem az arra. Csak az, hogy nem tudom, ilyenkor meg hol tartok, mikor így belezavarnak a dologba. Szerintem ott, hogy akkor emennie fél órákra, csapatni. Ja, igen. Na, szóval ez lenne így a cél, hogy kicsit mozogni a szabadba, és egyre jobb az idő, mert hogy megtaláltam, tudtam, hogy ott van, de most jobban megnéztem azt a játszóteret, amit van nem messze, akkor de lemegyek kosarazni, focizni, meg ilyenek, az is jó lenne, hogy ne itt csak a szobában legyek, és ne a szobában mozogjak, hanem próbálkozzak most már így más dolgokkal is, főleg így engedték, mert hogy magamban is mondtam nektek az előző videóban, le kell vetkőznöm ezeket a dolgokat. Olyannyira jól sikerült, hogy a napi szintű mindent fertőtlenítek a dolog, az most lecsökkent, hogy két napra. Hogy két naponta fertőtlenítek le mindent ilyen drasztikusan. Jó, önök megmaradtak, hogy a törölközött naponta cseréljük nekem, WC-fürdő, az minden használat után fertőtlenítő van miattam, de például az, hogy az összes asztalnak letörlése egy fertőtlenítő szerrel, meg ilyeneket, meg az összes szekrényt, ezt így most is sikerült nem naponta, hanem két napontára levetkőznöm, és akkor a heti kétszerén egy takarítás az megmaradt. Igen, hatalmas változások, hát tudom ezt is mutatni nektek. Van szőnyeg, újra. Ott van Hajni Nyula, hoppá, Hajni Nyula, ami szintén talomba volt téve. És a másik szobában is van már újra, így van újra szőnyeg, letéve az a kettő. Meg Hajnival alszok, és akkor két ágyúban, meg oda föltettük már a függönyt, ide majd még megérkeznek az új függönyök, és akkor ezt is föltesszük, hogy szép lassan elkezdjük így visszapakolászni a lakást. Hát végül is nagyon a polcok azok még üresek, azok egyelőre dobozban vannak, azokat még nem pakoltuk vissza, de így nagyjából mondjuk a konyha az már össze van pakolva, vissza vannak pakolva a dolgok, jó, mikor oda már csak a terítő hiányzik végül is az asztalra, ez a díszterítő, vagy amit is hogy hívják, hogy mondjam, dolog hiányzott. Meg mi volt még egy újdonság a múltkori videó óta, vagy élő videó óta. Ja igen, ma beszéltem a diabetikussal, mint látjátok, hiszem is a kólát. Vagy diabetikus, igen, köszi. És olyan változások történtek, hogy kicsit enyhítettek a diétámon. Végül is, hát egy szósz, hát enyhítés, ha úgy vesszük. Olyan zöldséget, gyümölcsöt ehetek, ami nem földdel érintkezik, vagy nem földből származik, mivel így mondom, és ehetek nyersen, mint például mondjuk pórihagymát, meg ilyeneket, amit földből húznak ki, azt nyersen nem ehetem, de például paradicsomot, paprikát, uborkát, mivel végig ilyen dinnye, tényleg dinnye, az is olyan, na minden ilyen cuccok, amiket végül is így hámozható és mosható normális, és nem földben ő, azokat ehetek nyersen, egy tejtermékből pedig túrót és tejfölt nyomhatok most már nyersen. Mikor azt mondta a hölgy, orvos, szerintem, mindegy a doktornő, nevezik így, hogy
kezdjen el kicsi adagokba először mondjuk a tejföld, hogy meglátom, hogy mi történik, még egy-két hétig, de szépen visszaálltok rá. Szóval szerintem valamelyik nap sajtos tejfölös tészta lesz, nem csak sajtos tej, nem csak sajtos tészta, hanem sajtos tejfölös tészta, szóval rettegem most már. De például azt is nyomhatók, akkor a szénsavast azt már ihattam, azt már régóta mondták. És ja, a gyümölcsökből pedig ugyanúgy minden olyan gyümölcs, amit fán terem, mint alma, körte, meg ilyen cuccok, és ami nem apró magvas, mint például most eper meg málnának szezonja van, azt nem tolhatok, de ami hámozható, mosható, szilva, hát ilyen cuccok, ezeket most már tolhatok. Szóval ez egy kurva nagy könnyítés számomra, vagy egy salátát tudok végre csinálni, mondjuk uborka salátát, mondjuk egy eszetes uborka salátát mondjuk már tolhatok, vagy értitek, szóval ilyen cuccok, vagy veszünk fejes salátát, azt jó átmossuk, ugyanúgy beáztatjuk neurgamorpor, vagy ha Istenbe... Az, jó, majd Hajnit néha háttérre mondja, hogy mik ezek. Cuccba beáztatom, és akkor tudok csinálni egy salátát, egy öntett. Ó, tényleg. Ami tejfős öntettel. És akkor nem joghurtos öntet, nem tejfős, mert a joghurtos meg egyenlőre az még talom. Na mindegy, szóval vannak lehetőségek, mert most lehet játszani, és akkor lehet most már így szórakozni, szóval ez így jó lesz. Na. Szóval ezek voltak, mozgást mondtam, kaját, amit változtatni lehetett most már. Most vagyok 128 napos, ez van milyen érdekesség lehet, és... Ja igen, azt mondtam, hogy szép lassan így találkozhatok emberekkel, és akkor így tervezgetem, hogy így lemenni ide a patakpartra, sétálni valakivel egyet, dumálni, meg ilyenek. Hajnival is akkor így most elkezdtünk jobban, úgy mondva jobban csavarogni, most időzőjelöltével a csavargást, hogy kimenni a szabadba sétálni, mondom, a normapa volt most így. Múlkörül már voltunk kis tartsának, nem szálltunk ki a kocsiból, vagy Kismarosan, na kösz. És annyi, hogy óvatosan csinálom ezeket, mivel magas fű, meg ilyenben nem megyek nagy kullan, csak szedjek össze, hogy ilyen szarok. Többis ez normálisan fő voltam öltözve. Még mindig, ami egyébként, hát ez zavaró. A maszkányban például nem zavar viselésnél annyira. Szóval annyit gyakrabban meg kell állnom, mert azért kurva nehéz benne a levegőt venni. A kesztyű jobban zavar, mert arra kéne valamit kitalálnom, mert ez így nem jó. Csak az a bajok, meg ha már két ujjam kilátszik, akkor minden a kesztyű. Szóval az meg kell, mert az arcomat fogdosom. Na mindegy, szóval ki kell találnom, mert ez a szövetkesztyűs dolog, ez annyira nem jó. És amiatt is, mert melegem is kezd benne lenni. Mikor vezetek, a kormány kurvára csúszik benne. Erre mindenre tök jó orvosság lenne egyébként a sima gumikesztyű, meg az se zavar hosszú távon egyébként, hogy rajta van, sőt, egyáltalán nem zavar, nem is, de jobban zavar engem egyébként a szövetkesztyű hosszú távon. Még talán annyira nem is érzem, hogy melegszik a kezem benne, mert ülni kezdet tudok bennem most, mint is valamilyen le is hűtöm, viszont amikor leveszem, tisztára be van pálva a kezem. Szóval nem tudom, hogy ez hogy legyen, meg nem tudom, mennyire néznek hülyének az emberek, hogyha pont nem izgat, hogy mennyire néznek hülyének, mondjuk ez is olyan dolog. Vagy lehet, hogy beszerzek fekete gumikesztyűt, amiből a tetoválók is használnak, és akkor az úgy talán normálisabb. Ja, szerzek fekete gumikesztyűt. Ezek a kékek vannak, amit annyi küldött, amúgy jók, főleg most, ami most itt a másik méret, az még jobb, mert az még passzentosabb, a másik az kicsit nagy volt. Szóval tök jó meg minden. Na, vagy szarok rá egyszerűen, és akkor használom a kéket. Ezért kitalálom. Na azért jó, mert például a kocsiban is a műszerfal érintő kijelzős, a telefon érintő kijelzős, az óra érintő kijelzős, mi van még, a tablet, meg minden nagyjából, ami már nincsen gomb, szinte semmi, mert minden érintő kijelzős, csak állandóan lehúzni a hüvelykujjat, azzal nyomkodni, hogy érzékeljen, kurva idegesítő. Meg kényelmetlen, meg szerintem sokkal több mindent fogtasok, sőt, kvázi mindent úgy, hogy megfogtasok kéz nélkül. Csak utána visszahúzom rá a szövetkesztyűt, szóval maradok a gumikesztyű megoldás. Sos okosság, meg kényelmesebb lenne. Most bringázás közül mentem, és megáll, ugyanból lehúz, csináltam fényképet, visszahúz, vissza a táskába, minden, szóval az így hosszú távon ez így nem lesz annyira jó. Meg ha kimegyünk kosarazni, akkor pláne az, nem tudok, vagy akár focizni is szal a szövetkesztyűbe. A gumikesztyűt meg tudom fertőtlemíteni. Na, szóval közben meg is győztem magam, gumikesztyűzök akkor. Ez így gyors volt. Igen, és amit még akartam mondani, hogy mondtam nektek, hogy leszek egy olyan úgymond idézőjelesen sorozat arról, hogy mi volt szar a kórházba.
Ezt úgy kell érteni, és ne olyan dolgot képzeljetek el, meg olyat nem is nagyon szeretnék, hogy most milyen fájdalom volt, vagy úgy mondva, hogy nem is fájdalom volt, hanem ezek a nagyon privát dolgok, amik így nagyon-nagyon azok, hogy mondjam, amik eddig is sok, sőt, szinte mindent elmondtam nektek, de nem akarom újra ezeket elmesélni, minden videóban megtaláltalak nagyjából, mikor milyen bajom volt, a nyálkártyalázás, meg ilyeneket. Arról meg végét nem akarok képeket mutogatni, mert egy, én is akarok rájuk emlékezni, meg nem kell ilyeneket feltölgetni. Inkább én inkább ezt a lelki oldaláról közelíteném majd meg a dolgot, mint például azt, hogy a magánynak az elviselése oda bent a kórházba, mi az a magányt, hogy értsétek, hogy miről beszélek, mozgás hiányáról szeretnék beszélni, ott is, hogy én hogy dolgoztam azokat a részeket föl, mert mindenki kell, hogy feldolgozza, kajákról akarok beszélni, hogy hogyan lehet azért nagyjából ezt így változatossá tenni. Nem meg egy-két ilyen dolog, szóval ilyen három részt akarom ezt így szétszedni, és akkor ezt így elmesélni nektek, hogy ez is akkor egyben egy ilyen videósodóra megvegyen, és inkább ezek a lelki feldolgozás a dolog, hogy én hogyan oldottam meg, vagy hogyan próbáltam feldolgozni, meg most is tart a feldolgozási résznek el, mint hogy mondtam nektek, hogy így beszélgetek róla, akkor így feldolgozódik. Na, közben itt írtunk hallom, hogy hajítussal, mert szerintem itt hagyta a fürdőszoba ajtót. Na, szóval mára ennyi. Ma a bringázás volt, és akkor holnap megint bringázok, és akkor megpróbálok egy olyan helyet majd keresni, és levetközi magamban azt a dolgot, hogy leüljek most már én is. És ott vlogoljak és videózzak, jó? Na, sziasztok! Két szót ismerek mindig és soha, küzdeni mindig, eladni soha. Sziasztok!